Bicskei Kornél gyógykezeléséhez kéri Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a jóérzésű emberek támogatását. Tüke László kezdeményezte, hogy a pusztaszabolcsi lakos nehéz egészségügyi helyzetén segítsenek, mivel hemofíliás, a mozgásában jelentősen akadályozott és csípő műtétre vár. Mintegy 2,5 millió forint az orvosok szerint az az összeg, ami a teljes rehabilitáció és az önálló járáshoz szükséges költségek az elkövetkező időszak részére, ezért az a kérés fogalmazódott meg tekintettel arra, hogy az úriember az Nagy Ferencváros szurkoló, hogy keressen meg Kubatov Gábor elnök urat, a Ferencvárosi Tornaklub elnökét, hát ha fel tudnak ajánlani valami olyan relikviát, amit árverés tárgyává lehet tenni. A klubelnök nyitott volt a kérésre, és egy hivatalos profi mérkőzés labdát ajánlott fel, amelyet a csapat tagjai aláírtak, erre lehet licitálni, és így segíteni Bicskei Kornélt a műtét utáni rehabilitációban. Sajnos ő szenved egy olyan alapbetegségben, ami nehezíti és kockázatossá teszi a műtétet, úgyhogy speciális intézményben lehet csak elvégezni. Természetesen maga a műtét TB finanszírozással történik, hiszen egy ilyen speciális helyzetben ez gyakorlatilag megfizethetetlen lenne amúgy egy magánembernek. A gyűjtés elsősorban arra vonatkozik, hogy egy hosszas rehabilitációs időszaknak a költségeit fedezze, hiszen ez a műtét után nem azonnal áll helyre a járásképesség, hanem egy hosszú folyamat után. A Fradi labda kikiáltási ára 50 000 forint. Molnár Krisztián Facebook oldalán lehet megtenni a liciteket.